Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Médiacentrum Élő Emlékezet című történelmi ismeretterjesztő magazinműsorának 2022. évi első adását látják. A pandémia következtében igaz, hogy csak most jelentkezünk először, de ebben az évben is 12 személy életútját, 12 olyan történetet ismerhetnek meg, amely valamilyen úton módon kapcsolódik a kommunista diktatúra üldöztetéseihez, a szocialista kor nehézségeihez. Mai adásunkban egy olyan emberrel találkozhatnak, akit itt Kecskeméten nagyon sokan ismerünk, hadtörténeti tevékenysége rendkívül elismert, országosan rengeteg publikáció jelent már meg ebben a témában, és első témánk aktuálisan az orosz-ukrán háború kapcsán jelen pillanatban azokkal az eseményekkel ismertetjük meg önöket, amelyekben Kenyeres Dénes, hiszen vele fogunk ma beszélgetni, Kenyeres Dénes találkozott a katonai tevékenysége kapcsán. Kenyeres Dénes Kecskeméten született, kisiskolás korától kezdve vonzotta a militária, a honvédelem kérdése. Ezért választotta a katonai pályát, amely aztán maga sem gondolta volna, olyan események vették körül, mint az 1960-as évek katonai nehézségei a Varsói szerződés keretében. Elég csak említenünk a berlini válságot, a kubai válságot, vagy aztán az 1968. évi csehszlovákiai megszállást, amelyben a kecskeméti légibázis egyik alkalmazottja részt vett ezekben a hadmozdulatokban. Kenyeres Dénessel egyrészt ezekről az eseményekről is beszélgettünk, és természetesen párhuzamot vontunk a most zajló orosz-ukrán háború vonatkozásai mellett. Hogy Kenyeres Dénes hogyan vélekedik és milyen párhuzamokat tud vonni az 1960-as évek légiereje, a mozgósítások, a védelmi tevékenységek, illetve a most zajló háború eseményei között, azt megtudhatják az elkövetkezendő interjúból. Kérem, tartsanak velünk! Kenyeres Dénes nyugalmi olazatos vagyok. 1942. szeptember 8-án születtem Kecskeméten, illetve ott anyakönyveztek, de egyébként Felsőszentkirályon születtem. Szegény paraszti családban, általános iskolámat Nagykörösön és Szentkirályon végeztem. Kérelmemre 1960-ban önkéntesként vonultam a Magyar Néphadseregben, ugyanis kicsi koromtól kezdve a hivatásos katonai pályára gondoltam, eltöltem az életem a haza védelmében, és 1960-tól tűzéreknél szolgáltam másfél éven keresztül, és 1962 tavaszán kerültem Kecskemétre a helikopter és a vegyes repülő osztályhoz, és később elvégeztem a tiszthelyettesi iskolát, majd Kecskeméten levelező tagozaton érettségi vizsgát tettem a Katona József gimnáziumban. Beszélj nekünk egy kicsit a gyermekkorodról, a gyermekkor éveiről. Igen, hát ez nagyon érdekes, én Szentkirályon jártam az általános iskolámból 5 évet, és az nagyon érdekes, hogy ott Lövite József volt a tanárom, ő pedig ugye a horti hadseregben szolgált századosként, és zászlói parancsnok volt. Ő a fegyelmezett magatartásával, a pontosságával, a megjelenésével, tehát azt sugározta, hogy ő honvédtiszt volt életében, csak kényszerpályát kellett választani a háború után, és ő hatással volt rám a modorával, a fegyelmezettségével, a követelmény támasztásával, és egyik alkalommal én voltam az iskola ügyeltes, illetve az osztályügyeltes, és akkor én adtam be a jelentést, és azt mondta, hogy e fiúból egykor még katonatiszt lészen, bár ne legyen. Tehát mindegy, én, mivel ez volt a szívem vágya, teljesült, és önkéntesként kezdtem a Magyar Néphadseregbe, sorkatonaként. Tehát akkor mondhatni, hogy ez a pálya már kisiskolás korodban eldőlt, hogy ebbe az irányba fogsz, volt, éreztél magadban valamiféle hivatás, tudatot, szólítást ebbe az irányba, hogy már Lövétei József is ugye ezt megőrizte, vagy hogy ezt Lövétei József is megérezte. A szovjet megszállás időszakának, Kecskemét szovjet megszállása, a II. Világháború vonatkozásaiban gondoltalak ma este megszólítani, azonban váratlan esemény történt a világ életében. Kitört az ukrán-orosz háború, amely mindannyiunkat foglalkoztat, és mindannyian valamilyen szinten érintve vagyunk ebben a kérdésben. És hát kit kérdezzek ennek az eseménynek az apropóján, mint Kenyeres Dénest, aki
a Varsói Szerződésben annó működő magyar egységeknek Kecskemétnél szolgált, és részt vett több olyan akcióban, amely a Szovjetunió részeként több helyen is bevetésre került. Mielőtt erre rátérnénk, azért a Kecskemétre kerülésed előtti időszakról egy picit bővebben beszéljünk. Igen, hát újoncként kerültem a magyar léphadseregbe. 1960. november 14-én vonultam be Kecskemétre. A válogatás csoportosítás után kísérdeltünk a kecskeméti nagyállomásra, felszálltunk és Szolnokon szálltunk le, akkor este még. Szolnokon már tergépkocsika váltak, ugyanis odahelyeztek a tüzéregységhez. 66. önálló tüzérosztályhoz kötelébe kerültem. Ott tettem 1960. december 31-én katonai esküt a hazavédelmére. Ott általános újonszkiképzést kaptunk, a legszükségesebb, hogy a lövészkiképzés benne, harcászkodtunk, és amikor megtörtént az eskü, harmadnap gépkocsira szálltunk, és átvittek bennünket Cegléde, a tüzértisztiskolára. Ez is kéremre történt, hogy a katonai pályán ezzel is valamennyire ismereteket szerezzek, és haladjak előre a ranglétán. 7 hónap után léptettek elő őrvezetővé bennünket, akkor megint hogy a tüzéreknél maradtunk még, és kivittek bennünket Tatár-Szentgyörre, csapatgyakorlatra. Ott a tüzérosztály többi része az már tavasz óta kint volt, mi nyár végén kerültünk oda velük, és ott harcászkodtunk, a lövegrajtparancsnok ismereteket sajátítottuk el, ott volt az ütegparancsnok is a táborban velük, meg az egész tisztikar, és nagyon keményen tábori életet éltünk, őrségbe jártunk, és minket készítettek fel a lövegrajtparancsnoki teendőkre, mert ősszel leszerelt volna az idős állomány, és akkor mi lettünk volna a lövegparancsnokok, vagy szobaparancsnokok, ha az öregek leszerelnek. De közben nagyon érdekes dolog történt, mert 3 hétig voltunk táborban, és különösen nem mondtak semmit, gépkocsira össze kellett pakolni, szinte az egész sátortábort el kellett bontani, ami teljesen szokatlan volt, mert ez szeptember elején történt. Ugyanis akkor szervezték az egész magyar néphadsereget. Fölállították Budapesten az 5. hadseregparancsnokságot, és a mi tüzér alakulatunkat is szinte szétforgácsolták, átszervezték, és akkor Szolnokról áthelyeztek bennünket 1961. szeptember 13-án. Én éppen, mint tisztes, a csapatzászló őrséget adtam, és ugye 2 óránként van váltás, engem 3 oroszlába váltottak, mert teljesen csodálkoztam, mi történt. Hát azért, mert közben katonákat már helyezték ide-oda, és rólam majdnem elfelejtettek. És Cegléden pedig folytattuk az új kötelékben a csapatkiképzést, és 1962-ben kértem magam a légierőt, ugyanis a vezérkarfőnök felhívást intézett, hogy a másodéves sorállomány az ország bármely helyőrségébe, bármely beosztásba vállalhat továbbszolgálatot. Addig csak 2 év után lehetett továbbszolgálatot vállalni, én 1,5 éves soridővel rendelkeztem, és jelentkeztem. Kéremet elfogadták, és Budaörsre helyeztek csoportosításra. Oda jöttek a személyi tisztek, és jött Kecskemétről is egy tiszte. És mondta, hogy nekem csak Kecskemét volna a legjobb, a szüleim itt laknak, Szentkirályon, illetve most beköltöztek Kecskemétre, és nekem a repülőlakot jó lenne. Jogosítványal is rendelkeztem, motorkerékpárom is volt, tankfolyamat is elvégeztem, és mondom, szeretem a motorokat. Szóval rendben, úgy is kell, repülőgépszerrel, és akkor 3 hét múlva, 1962. április 2-án idehelyeztek Kecskemétre. Repülőgép szerelőnek, sárkány mechanikusnak. Elég, hogy is mondjam, húzós volt ez a 1,5-2 év, itt a 60-as bevonulást követően. Ebben az időszakban, 60 és 62 között, emlékszel olyan eseményre, amikor gyakorlaton túl kellett beavatkozni, esetleg előkészületeket folytatni egy esetleges hidegháború utáni kitörő harmadik világháború előtt? Éreztél-e ilyet ebben az időszakban? Igen, nem csak éreztem, hanem át is éltem. Még a tüzértisztes iskolán voltam, amikor 1961-ben berlini válság zajlott, és akkor az egész magyar néphadsereget készenlétbe helyezték, nem mozgosították, hát részeit esetleg, hanem magasabb harcészőségbe helyezték. A mi tisztes iskolánknál pedig összetartást rendeltek. A tisztállomány nem mehetett haza,
és hát ez 1961. augusztusában volt, a berlini válság valamilyen formában 3 hét alatt megoldott, akkor kezdték a berlini falat fölhúzni, addig nem volt a berlini fal, fölhúzták, és akkor a készenlétet megszüntették. A másik nagyon ettől sokkal súlyosabb volt, 1962 őszén a berlini válság, bocsánat, a kubai válság, ugye tudjuk, hogy Fidel Castro kérésére Kruscsovék rakétát telepítettek Kubába, és ezt nyilván az Amerikai Egyesült Államok sem nézte tétlenül, és ekkor gyakorlatilag szintén a magyar néphadsereg egész személyi állományát magasabb harci készültség, teljes harci készültségben helyezték, és mi itt Kecskemét a repülőknél például, én akkor az önálló repülőosztálynál voltam, voltak mi egyes helikoptereink, Likettes Saito repülőgépek és IL-28 frontbombázóink. És akkor a személyi állományjal, mivel mi is magasabb harckészültségben voltunk, hetekig nem mentünk haza, esetleg váltásban, két naponta, akkor például a repülőtéren lövészárkot kellett ásni, én emlékszem, az IL-28-asok mellett ástuk, meg a vadászrepülő ezred tagja is, ástuk a lövészárkot. A lövészár körbe egy hónapig vagy másfél hónapok kiásva, mikor a válság megoldódott Kubába, akkor lefújták a magyar néphadsereg harckészültségét is, és a lövészárkot pedig 1963 elején betemettük. Ez elképesztő, ezt átéltük, és gyakorlatilag ugye a háborús helyzet alakult ki. Pontosan ezt akartam kérdezni, hogy te ismerve a munkáidat, azért hosszú ideje foglalkozol hivatástudatból is ezekkel az eseményekkel, haditechnikával, számos publikáció jelent meg ebbe az ügyben. Ami kérdés megfordul a fejemben ennél a pontnál, hogy érezted-e azt, hogy a kubai válságnál valójában a magyar hadsereget bevethetik a Szovjetunió oldalán? Hát igen, ebbe is belegondoltam, hogy én ugye akkor altiszt voltam, a tisztikar is ugye nyilván a parancsnokság, a lecségparancsnokok több kapcsolatban voltak az osztályparancsnoksággal, meg előjárok is jöttek le, azért szemlét tartottak, amikor harci készültséget elértük, többféle beszéd volt. Gyakorlatilag, ahogy átéreztem, mivel a Varsói Szerződésnek tagja volt a magyar néphadsereg is, ugye, több alakulatot, magasabb egységet felajánlottak a Varsói Szerződés rendelkezésére, ebben voltak lövészcsapatok, harckocsizó csapatok, tüzérek, és nyilván megfelelő repülők, például helikoptereink is be voltak oda csoportosítva adott esetre, föl voltak ajánlva, és hát fölkészültünk arra is, hogy a riadócsomagunk benne is volt egy bőrönt, az állandóan össze volt készítve fehér neművel, felsőruházzal, váltásra, tisztálkodó eszközökkel, még egy plusz rendruházattal, az ott volt nálunk benne, állandóan a szekrényben, pedig a páncélszekrényben, a szekrény tetején a páncélszekrényben. De gyakorlatilag lélekbe fölkészültünk, nyilván ettől mindenki óckodott, és senki nem tapsolt meg újongott, de erre úgy lélekbe készítettek bennünket, hogy előfordult, hogy valamerre menni kell. Ugye a katonák az a feladat, hogy a koalíciós feladatokat, illetve a haza védelmét megoldja. Pontosan erre irányult van a következő kérdés, hogy hogyan lehetett ezzel a ténnyel, tudattal a mindennapokat megélni, hogy bármikor akár az éjszaka közepén is riaszthatnak benneteket, és indulni kell, mert esetleg támadás éri az ország határait, vagy esetleg ugye az orosz hadsereg, ugye a Szovjetunió hadserege úgy dönt, hogy támadás blendő. Igen, hát ez az életünk része volt gyakorlatilag. Minden évben volt, hogy a szárazföldi csapatoknak havonta vagy két hetente gyakorlat. Kisebb-nagyobb kötelékbe, esetleg elkezdődött raj, szakasz, szállott kötelékbe, később osztály vagy zászlói kötelékbe, később nyilván ezred és utána, amikor megvolt az ezredi gyakorlatok is, a gyakorlások is, akkor elrendelték a magasabb egység részére is a riadót. Ugye gyakorlatilag az nem az volt, hogy papíron csinál, mi nem fiktívet csináltuk sosem, hogy a tüzéreknél szolgáltam, az egy hadosztály kötelbe tevékenykedett, és akkor gyakorlatilag el kellett foglalni minden egyes éles riadónál, már úgy éles, hogy a valós riadónál, a megindulási körletet. Tehát beszéljünk Cegléről. Cegléd mellett volt egy ilyen homokos, fátlan területe, néhány fa volt, de műveletlen terület, úgy akar mondani, és akkor ott a harcálláspont a facsoportok között volt általában, a személy állományban különböző területekre megvolt az, hogy A szállat, B szállat, vagy C alegység, melyik körletet, megindulási körletet foglalja el. És amikor, mert rettentő gyorsan kell kivonni a laktanyából, ha hajnalban rendelték el, akkor is tompított fényszórva mehetett a menetoszlop,
és a tiszti kar például nem kellett berohanni a laktanyába, a rigadó kiértesítők kirohantak a lakásra, és ott már a kinda vagy busz szedte össze a tiszti kart, vagy pedig egy külön tergépkocsi. És akkor az a tiszti kart már egyből a megindulási körletre vitték ki. Nyilván a bent lévő ügyeletes szolgált, az bonyolította le a riadót. És amikor a megindulási körletet elfoglaltuk, hogy ott értékelték, mert általában előjáró is volt, meg az előjáró parancsnokság értékelt, hogy normaidőre végrehajtotta az egysége a gyakorlatot, vagy pedig ez a hiba, az a hiba, hány kocsi robbant le út közben, vagy netántán volt baleset, elveszett anyag közben, tehát ezt mind ellenőrizték és lemodellezték, és értékelték. Amikor megtörtént, ez legtöbbször eltartott 2 vagy 3 vagy 4 óraig az a tevékenység, utána pedig volt, amikor már reggeli időre beértünk a laktanyába, mert általában hajnalban is csináltunk ilyen gyakorlásokat. Na most ugyanígy később, ugye nyilván ez fokozódott, amikor mivel koalíciós hadseregnek voltunk a tagjai, rendszerben szolgált a Magyar Néphadsereg is, de ez fokozódott volt, amikor koalíciós gyakorlatok voltak, fedőneveket adtak, mit tudom, Pajzs 79-es gyakorlat, vagy Duna 80-as gyakorlat, és akkor nem csak a Magyar Néphadsereg volt részt, a románok részt vettek benne, a csehek részt vettek, és nyilván a szovjet hadsereg mindig. Aztán sikeresen mondhatni azért lezajlott a kubai válság, a hidegháború közepette, néhány, hát nem is azt mondja, nyugodt év, de várakozással teli év következett, és hát sajnos ma elevenen élhet még úgy bennetek az 1968-as csehszlovákiai megszállás, amelyben kötelezettként ugye a magyar hadsereg is részt vett. Erről beszéljünk egy kicsit bővebben, mert talán időben most a délvidéki háborút félretéve talán ez él bennünk formailag szintén ugye a NATO, Varsói szerződés és a NATO, és ma pedig a NATO és a Szovjetunió között, vagy szemben. Hogy kell ezt a mai embernek elképzelni a laktanyán belül 1968-ban? Lehetett-e érezni ennek az előszelét? Illetve ha most a mostani háborúval vagyunk párhuzamot, mi volt az, ami kiváltotta első körben ezt a feszültséget, ezt a nézőknek nyilván mondjuk el, és mi volt az, ami első jele volt, és mennyivel volt az első jele az akció előtt? Igen, hát 1968-ról beszéltünk, akkor már 8 éve én is a Magyar Néphadsereg egyenruháját viseltem, törzsmesterként szolgáltam, itt Kecskeméten a 86. vegyeselpi osztálynál, és hát azt hallottuk, hogy tavasztal már mozgolódtak a csehek, és akkor, hogy demokrát, nagyobb szabadságot akarnak, demokratikus elveket követelnek, és hát azt is hallottuk, hogy a mi kormányunk ezzel nem egész ért egyet, a Szovjetunió pláne nem, és ugye nyilván Kádár az többször kiment a csehekhez, nyilván a Szovjetunió megbízására, a szovjet pártvezetés megbízására, vagy kormánydelegáció megbízására. És hát azt hallottuk, hogy Kádár kín van. Tárgyal volt, amikor nem egyedül volt, többen voltak, és akkor 1968 nyarán elkezdődött egy nagyszabású gyakorlat, amiben a Magyar Néphadsereget is bemozgósították egyes részeit, de nagy gyakorlat volt, és a cseheknél zajlott ez a gyakorlat. Magyaroktól is néhány alegység, sőt egy-két egység is részt vett ebbe. Ez eltartott 3 hétig, 1968 nyarán, úgy június, május-június átfogta, és ebben részt vettek több egységünk. A repülőket itt nem nagyon vetették be, mert inkább a szárazföldieket gyakoroltatták és próbálták fölkészíteni erre az egységre. Nyilván én szerintem a Szovjetunió ezt látta, a Szovjetunió vezetése, hogy ez simán nem fog lezajlani. Tehát a csehek nem fognak hátrálni, ezt gondolom, ezt ők is értékelték. Legalábbis ezzel a variációval is számoltak, hogy a csehek nem hátrálnak meg. És akkor 1968, július, tehát a nyár kellős közepén továbbra is, tehát nem rendeződtek a viszonyok, a csehek nem hajlottak a szovjetek kérésére, a demokratikus elveket tovább is hangoztatták,
és hát erre a Szovjetunió úgy döntött, hogy a Varsói szerződés kötelessége ugye a koalícióból kifolyólag, és akkor eldöntötték a szovjet állami és pártvezetés, meg írva a szovjet hadsereg vezetése, hogy a koalíciós erőkkel karöltve hát megszállják Csehszlovákiát. 1968. júliusában több, a Magyar Néphadsereg 8. gépesített lövészhadosztályt, ez Zalaegerszegen települt, ezt bemozgósították, berendelték a tartalékos állományt is, és kiegészítették különböző szakcsapatokkal, még katonai bírósága is volt a hadosztálynak. Megerősített például a ceglétű tűzérekkel is. Lakatos Béla vezérőnagy volt ennek a csoportosítása parancsnoka, tehát egy hadosztályt adtunk. A szovjetek 2 hadosztályt kértek a magyaroktól, de valamilyen forma Kádár elérte, hogy csak egy hadosztályt mozgósítottak be. És összevonásokat hajtották végre Heves megye területén, hát Gödöllőtől kezdve a 60 közötti részen. Ide a repülőktől csak 1-2 szakembert kértek, ott őket is a táborba. A repülőcsapatok a saját bázisokon települtek tovább, és kijelölték, hogy melyik századok Pápáról, Taszáról, Kecskemétről, vadászerők, Mégyes típussal, és még 21-es típussal, és még 17-es típussal, és Kecskemétről volt, meg Taszáról egy-egy még 15-ös század is, Szónokról meg pedig még 15-ös századokat. Ugye a még 15-ösek által a felderítési feladatot kaptak, a még 21-esek pedig, ha kell, nem irányított rakéták voltak felszerelve, meg egy gépágyúval. Tehát, és a rakétákat a rakétablokkokkal együtt a repülőgépek mellett tárolták, meg 4 vagy 5 javadalmazás üzemanyag volt letárolva, ha adott szükség esetre a gépek bevetésének a biztosítására. A személyállomány az 1968. augusztus 20-ától, 19-20-ától elrendelték, hogy nem mehetnek haza, utána föl kellett venni a tábori ágyokat, fölvételeztük, eljöttük a hangárba, vagy valamelyik irodába, ott települtünk, ott aludtunk benne, 2 naponta mehettünk haza, amikor már egy kicsit konszolidálódott a helyzet, és a napban nyilván senki nem mehetett haza. Ott kaptunk étkezést, fekvőanyagot, ügyeleti szolgáltat adtunk, és készenlétben volt. A pilóták egyrészt a gépekbe ült, nyilván ebben az időszakban, a helikoptervezetők szintén készenlétben voltak, a szállítórepülőgépek szintén, és a személyállományt fölkészítették arra, hogy ha arra kerül a sor, akkor fölemelik a repülőgépeket, és légibiztosítást adnak nekik, felderítési biztosítást kell végrehajtani, vagy pedig szállítási feladatokat, anyagszállítás, személyszállítás, vagy éppen protokoll személyeket szállítottak a szükség esetén. És 1968. augusztus 20-án éjszaka indították meg a szárazföldi csapatokat Csehszlovákia irányába. Ez hogy zajlott? Ezt egy picit részletesebben te ezt azért átélted a helyszínen, hogy hogy indult el ez az egész, az első mozzanattól idézzük vissza a nézőknek. Igen, tehát a szárazföldi csapatok táborban voltak, Gödöllő és 60 közötti részen, Iszaszeg részen, tehát ők táborban voltak, őknek teljesen hírzárlat volt, a katonák ott hetekig nem mertek, az a táborban voltak, sátor táborban voltak, éjjel-nappal. Nyilván előjárókat időnként látogatták őket, teljes ellátást kaptak, élelmezésben, ruházatban, sátorban fektett tábori ágyakon aludtak, vagy pedig a törzsbuszokban, ugye nyilván ilyenkor készenlétben volt a vezérkar is. A hadosztályparancsnokság megfelelő törzsel és személyállománnyal elhárított tisztek, tehát mindenki ebben a tevékenységben, orvosi kar, raktárbázisok voltak mobilizálva, és 1968. augusztus 20-án éjjel 1 órakor körül lépték át a határt a magyar csapatok. Tehát előjáró utasításra nyilván. A 8. hadosztályparancsnokság a szovjet illetékes parancsnokság alá rendelték. A haditerv szerint a kecskeméti egységeknek mi lett volna a feladata, amellett nyilván, hogy felderítés, háttérbiztosítás, kaptak olyan feladatot, amely hát éles bevetésre is szólította őket az adott helyzetben. Igen, tehát őnek az volt a feladat, hogy a szárazföldi csapatok megindultak, fölemelték hozzá géppárban a MiG 21-es gépeket. Ők légi kísérletet biztosítottak a menetvonal fölött, és a megfelelő őrjáratozási légtérben aktívan tevékenykedtek. Nyilván hát, úgy olyan feladatot kaphattak esetleg,
hogyha a csehek ellenséges tevékenységet folytattak velük szemben. De mivel blokkolták a cseheket, a szovjet egységek indultak megfelelő irányból előre, blokkolták a csehszlovák hadsereget, tehát ők gyakorlatilag nem tudtak gépet se emelni, meg nem tudták időben végrehajtani riadaljukat se. Ugye a magyar szárazföldi csapatok is szinte áttörték a sorombókat, vagy egy gépjárművel, vagy harcjárművel, vagy pedig kézierővel. Tehát meglepetésszerű volt ez a támadás, hogy a lebegtették ezt, hogy készülnek, stb. De csehek se tudták, hogy a magyarok mikor, illetve a szovjet csapatok mikor fognak megindulni. Tehát lehet azt mondani, hogy váratlan tényező belejátszott a megszállási feladat végrehajtásába. A megszállást azt végrehajtották, mint hogy 4-6 orosz alatta. Ezt akartam kérdezni, hogy jelen pillanatban is látjuk, hogy az ukrán hadsereg komoly ellenállást tanúsít. Akkor a csehszlovák hadsereg ezek szerint akkor nem tudta sokáig tartani a frontot? Hát nem tudtam, mert gyakorlatilag blokkolták, tehát ugye megfelelő rádiolokációs eszközökkel is lefogták a radarrendszerüket, minden. Hát a magyar hadseregnek 4 fő vesztesége volt, aki öngyilkos lett, egy gépkocsi baleset lett. Van, aki rosszul lett és meghalt valamilyen betegségben, tehát összesen 4 halottunk volt, ez is a szárazföldi csapatoktól, de ez ugye nem az első napon történt, hanem összesen a kintartózkodás, mert a magyar hadsereg körülbelül 1,5-2 hónapig volt kint, az is lépcsőzben, mert volt, akit visszahoztak. Október 20-a körül volt az utolsó kontingens, meg október 31-án került ki. Most a légierőről is egy kicsit akkor még beszéljünk. Itt Kecskemétről, tehát mint mondtam, a migek voltak bevetve, de ez se tömegével géppárba kerültek bevetésre és váltásra. Tehát 2-4 gépnél soha nem tartózkodott több a légtérbe, ennek is meg volt akadva a magassága, meg az őrjáratodási légtere. A helikopterekről pedig annyi, hogy futárfeladatokat hajtottak végre, szállítási feladatokat hajtottak végre, meg légibiztosításban vettek valamilyen részt, ugye, mert mobilabb le tudsz állni bárhol, mint a vadászgép. A vadászgépnek ugye megfelelő képi repülő, betonos repülőtér kell. És a likettes típus szállítógépeink pedig anyagszállításban vettek részt, meg utánpótlási anyagokat vittek általában. 3 likettes volt bevetve erre a feladatra, a helikopterek közül pedig 8 volt élesen vetve, 2 pedig tartalékban volt Budaörsön. Azért volt érdekes, tehát én személyesen úgy voltam érintett benne, a Kecskeméten a 3-as hangárban szolgáltam a helikoptercsoportosításban, sárkány hajtómechanikus voltam, és a repülőgépek vagy a helikopterek, ha lerepülték a megadott óraszámot, hogy a 25 órát, 50 órát vagy 100 óra repült ideig volt, akkor a technológiai pontok alapján azonnal visszarendelték, illetve mielőtt lerepülték volna, visszarendelték, és ha éjszaka jött is meg a repülőgép vagy a helikopter, nekünk a műszaki szádnak a hangárba azonnal fogadni kellett a gépeket, és a technológiai pontok alapján végre kellett hajtani az ellenőrzéseket, ha a technológiai pontok szerint, azon kívül, ha kisebb, nagyobb hiányosságot tapasztaltunk, artrészkopás, műszer problémák, stb., akkor azt ki kell cserélni, és akkor miatt a gépet hadrafokotóvá jelentettük volna, aki berepülő pilotába be kellett repültetni az eszközt, a légieszközt. És utána, amikor megvolt a gépet, azonnal vissza kellett ereszteni, mert ugye a hadműveleti feladatok vártak rá Csehszlovákia. Hát több helyen is volt, 4 vagy 6 helyen voltunk, voltak, Nyitrán volt például, Pöstjénben volt repülőterünk, innen jött, ott repültek, és onnan jártak haza feladat végrehajtásra, Kecskeméten szálltak le általában. Volt, amikor Budaörsön is vettek fel a repülőgépet, vagy mint a minisztériumból valakit, a honvédelmi minisztert szállították általában helikopterrel, vagy volt, amikor likettes géppel szállították a minisztérium, vagy a vezérkar tisztviselőit, vagy a katonáit, magasabb rendfogadott katonáit. Például Bakó János százados, az többször szállította az osztályparancsnokot is személyesen a helikopter, mi egyes típusú helikopterrel, de ha kellett, hogy ezek a helikopterek képesek voltak vinni még a minisztert is megfelelő szemlére vagy ellenőrzési feladatok végrehajtására. Te értekeztél is erről a híres históriákban, és a bizony 1956 után a szovjet csapatok második bejövetelével elevenen élt a magyar népben, illetve hát Közép-Európában, Közép-Európa népességében is az a kép, hogy mit jelent a lánctalp megjelenése egy fővárosban,
és ha ez a lánctalp nem a saját lánctalpasuk, akkor nyilvánvalóan egyből mindenki arra következtet, hogy itt háború fog következni. Azt szeretném tőled kérdezni, hogy azért a csehszlovákiai események kapcsán sok olyan fotó napvilágot látott, ami, hát, hogy is mondjam, a háború igazi arcát mutatja. Ez a bevonulás Csehszlovákiába a hadsereg részéről mennyire volt zökkenőmentes, ugye említetted a 4 órát, de önmagában hogyan fogadta ezt az ottani lakosság? Valamilyen ellenállást láthattunk, ugye Prága utcáin azért komoly tankokra fölmásztak, stb. Tehát mit tudunk erről elmondani? Hát gyakorlatilag minden megszállás, mert gyakorlatilag ezt nem lehet vitatni, hogy a varsói szerződés mint egy 4 vagy 5 hadseregbe, nem tudom, melyik országok vettek részt benne, gyakorlatilag ezt az demokratizálódó államot megszállta, ezt nem lehet vitatni. És gyakorlatilag a fegyveres erővel verték le a prágai tavaszt. Ezt akárhogy vitassuk is. Gyakorlatilag nyilván a csehek, de a szlovákok is, hát nem repestek. Nyilván főleg a magyarokat is szitták valamennyire, ugye megfenyegették, vagy mit a kisebb incidensek előfordultak. A magyar lakosság viszont nem így viszonyult hozzá. Ugye Drahó Mihály törzsőmester nagyon jó tiszthelyettes cimborán volt, mi egyes helikoptere volt, mint helikopter felézeti mechanikus, és többször elmondta, elmertem mondani, hogy hát volt olyan idős néni, amelyik azt mondta, hogy de hogy bejöttetek magyarok, nem hiába jártam én a templomba imádkozni a második világháború óta, hogy ismét bejöttek a magyar csapatok. Tehát ilyen hangok is voltak, de én el tudom hinni és el tudom képzelni, hogy ezt a magyar lakosság néhány része, vagy néhány tagja mert egy kinyilatkozott és átérezte és elmondta. Hát ez valóban a felvidéki magyarság rétegeire vonatkozhatott. Mennyi idő múlva tértek vissza a kecskeméti alakulatok, illetve a másik oldalon hogyan alakult az emberveszteség, a megszállt ország emberveszteség? Igen, nekem erről nincsen információ, mert a többi hadseregben mennyi lett a veszteség, vagy hány fő vesztette életét a megszállás során. A feladat, tehát gyakorlatilag a magyar államvezetés is úgy döntött, nem akart hosszú távon. Tehát annyira azt sem mondhatnám, hogy a magyar állam is pártvezetésben örömmel vett volna részt. Ennek vonatkozó irodalomban, tehát Kádár is személy szerint ő is úgy volt vele, mégiscsak úgy volna, hogy nyilvánvalóan a csehszlovák testvéreink. Tehát ezt így többször is hangoztatták. Tehát a koalíciós szerződés alapján volt ebbe kötelezettség a magyar néphadseregnek is. És a magyar néphadsereg csapatai a feladatot teljesítve 1968. októberében kaptánk a parancsot, hogy kezdje meg a hadatelepülés terve kidolgozását, és lépcsőzetesen hagyhatták a Csehszlovákia területét. Elsőbb azokat az ezredek és zászlójak jöttek haza, amelyik közelebb volt a magyar határhoz, és a nyilván gördűvel, tehát láztalpakkal, a láztalpasokat általában inkább vagonra rakták, a guruló technikát pedig a gépjárműket, a szakgépjárműket pedig általában vagy vonaton szállították, vagonokba szállították haza, vagy pedig haza gördültek. A személyi állomány utolsó kontingens, tehát mint mondtam, október 31-én kapták a parancsot, hogy jöjjenek, és akkor október 21-én vonták ki végső soron a magyar néphadsereget, a 8. hadsereget, a 8. hadosztályt a Szovjetunió közvetlen alárendeltségéből, és visszatették a magyar 5. hadsereg alárendeltségébe. És mikor megtörtént a hazarendelés, hát gyakorlatilag valamilyen forma, a helikoptereink is októberben kerültek haza, meg a Liketter szállító repülőgépek is október második felébe kerültek haza, utána már nem végeztek se felderítés, se szállítási feladatokat. Nyilván a migek nem voltak kint Csehszlovákiában, innen oldották meg, innen szálltak föl, és a feladat végrehajtása után mindig ide szálltak vissza Kecskemétre, a Tasztára vagy a Pápára, illetve Szolnokra, attól függ, hogy a gépek hova tartoztak. Mikor hazajöttek az állomány, akkor nagyon szűkörű állománygyűléseket tartottak, ott sem voltak különösebben, nem szórták a kitüntetéseket, nem szórták a nagy jutalmakat, és még a Honvéd Csémi Károly altábornagy volt akkor a Honvéd vezérkar főnök, illetve bocsánat, akkor már államtitkár volt, ő is azt mondta, hogy
csak szolidan, és hát éreztem mindenki, hogy ez egy kötelezettség volt, de ebben nem újongva vett részt egyébként az állomány. Ugye többünknek, hát volt akinek rokona volt, nekem éppen nem volt rokona volt, volt akinek családtagjai voltaként, ugye nyilván szlovák felvidéket ismerve, hát ez nem is csoda végső soron. Például emlékszem, mikor Szentkirályon szolgáltam, a szomszédasszonyunk Zita volt, az ő egész családja Szlovákiába élte. Tehát ugye, magyar családok azok szétszórottak a II. Világháborúban, kitelepítették őket, magyarokat, innen itt lévő szlovákokat meg kitelepítették Csehszlovákiába. Tehát, és akkor gyakorlatilag a 59. honivadászrebeli ezred története is csak annyi, vagy az ezred a koordinátor feladatát teljesítette, a vadászgépek repültek 33 órát, és itt a 32 felszállást teljesítettek összesen. Punktum, aláírás és kész. Tehát ennyi, nem volt az ezred történetben nincs értékelve különösebben bővebb, tehát nagyon szűk értékelés volt. Hát nyilván néhány fő kapott dicséretet, jutalmat, de kitüntetésekre nem emlékszem. Fölmerül az embernek kérdés ma is, és ez egy fönnálló helyzet, Kecskemét szerepe akkor 1968-ban Magyarország, a Szovjetunió légi bázis rendszerében, katonai erőd rendszerében, illetve ma Kecskemét, mint olyan. Bizonyára látjuk az Ukrajnában történteket, hasonlóképpen veszélyeztetni, és veszélyeztette akkor is. Egyfajta rizikó volt azért abban, hogy Kecskemét ilyen szinten a légibázisok között is kiemelkedő szerepet töltött be, és tölt be ma is. Volt-e erre bárminemű esetleg evakuációs terv, vagy bárminemű haditerv, hogy ha légitámadás, vagy egyéb szárazföldi támadás éri a kecskeméti légibázist, akkor mi a teendő? Igen, akkor volt gyakorlatilag nekünk a tartalék repülőterünk, vagy a hadműveleti repülőtérünk nem Kecskeméten volt, a főrepülőtér itt volt. A tartalék hadműveleti repülőterünk viszont Orosháza volt. Oda gyakoroltuk a kitelepülést olyan évente 2-4 alkalommal. Na most, ha betonunkat javították, felújították, akkor meg mezőkövesre telepítették az egész ezredet. Ezt 4 alkalommal csinálták 1965-ben, 75-ben, és jó magam is része voltam, amikor 81-ben és 1983-ban széttelepítették a kecskeméti repülőezredet. Oda ebben az utolsó 2 évben engem is többször bevezettek az ezredparancsnok ebben a feladat végrehajtásába. Például 1983-ban akkor mezőkövesre ment, 81-ben mezőkövesre mentünk, és az egész ezredet oda telepítették majdnem. Tehát a 3 varázsrepülő század. 83-ban viszont már nem itt hajtottuk végre, 2 repülőszázunk Szolnokra települt, és az ezred törzs, 1 repülőszáz pedig Mezőkövesre. És az állomány, amit nem követelt meg a feladat végrehajtása, azt nem telepítették át se Mezőkövesre, se Szolnokra, hanem Kecskeméten telepítették. Gyakorlatilag az ezred történetben előfordult 83-ban, hogy egyidejűleg 3 helyen települt az ezred. Ez egész személyállomány, és a technikája is. Tehát 3 helyen volt szétszórva, és ez gyakorlatilag úgy terveztük, 83-84-be fog, másfél évre terveztük a számvetésekbe, de mivel a betonépítő vált, vagy az a cég, amelyik végezte a betonfelújítást, teljes betonfelújítást, betoncserét, egy év alatt végrehajtotta, és 83 januárjában mentünk, és 83 decemberben visszatelepült az ezred mind a két helyről, és akkor attól kezdve az ezred egy helyen oldja meg a feladat 1983 óta, nem kellett az ezredet széttelepíteni. Most, mikor 2020 ban települt az ezred megint egy pápára, akkor az ezrednek egy nagyon szűk része 1%-a ment el át pápára, amikor a betont bővítették, vagy a repülőbázist bővítették, ugye, mert az a terv, hogy kettős hasznosítású repülőbázis lesz a polgári és a katonai változatban. És ha már így átugrottuk a rendszerváltozást, alapvetően kicsit az időben is lépkedve, miben változott a helyzet a NATO országokhoz való csatlakozással? Igen, a filozófiában változott nagyon, hogy a keleti blokkból, a keleti filozófiáról át kell állni az embereknek a nyugati filozófiára, és ugye szinte elképzelhetetnek tartottuk 1990-ben a rendszerváltáskor, hogy egykor Magyarország, a Magyar Köztársaság Magyarország, majd a NATO netántán az Európai Unió tagja legyen. Ezt én ugye átéltem, akkor 30 éve szolgáltam a magyar
néphadsereg, és 1990 óta, március 15-a óta a Magyar Honvédségnek nevezzük a hadseregünket. Mi azt szinte elképzelhetetlenek tartottuk, ugye, mert gyakorlatilag mindig a Varsói Szerződésben gondolkoztunk. Én a diplomamunkámat is első megcsináltuk, 1990-ben diplomáztam az Rémi Miklós Katonai Akadémián. Megcsináltuk a keleti filozófia alapján, a koalíciós erőknek megfelelően támadó hadművelet irány az Alpokon keresztül a Csendes óceánig. És akkor utolsó hónapban mondták, hogy nem jó, védelmi hadművelet, és akkor át kell dolgozni az egész tervünket az akadémián, és akkor védelmi jellegű. És erről jut eszembe, akkor arról is beszéljünk. Most Magyarországnak van védelő törvénye, illetve honvédelmi törvénye. De ebben nincs ellenségképe. Tehát ez a döntő. Ugye 1999. március 12-dik óta az országunk a NATO Észak-Atlanti Szervezetnek a tagja. Nincs ellenségképünk. Hazánknak az az ellensége, amely állam hadserege, vagy amely katona a hazánk földjére lép. Az ellenség. De amíg nem lépnek az ország földjére, nem ellenség. Így kell tekinteni, ez a döntő benne. Nincs ellenségképünk. Ez nagyon fontos, hogy erről beszélünk, mert elég sokféle információ ugye, napvilágot lát, és ezért jó, hogyha tisztán látjuk, hogy a magyar hadseregnek, illetve a NATO-ban résztvevő országoknak milyen kötelezettségei, illetve milyen lépés kötelezettségei vannak, így helyesen fogalmazva. Gyakorlatilag a mostani mozgósítás, amit látunk, a médiában előttünk zajlik az esemény. Találsz-e hasonlóságokat? Milyen szintű mozgósítás ez most, mondjuk egy 1968-hoz képest? Igen, óriási a különbség. Tehát ugye addig Varsói Szerződés tagja voltunk, most a NATO-nak a tagja. És hangsúlyban nincs mozgósítás. Készülétek vannak elrendelve, meg átcsoportosítások. Tehát ugye a magyar honvédelmi törvényben sorkatonaságot megszüntettük. De nincs mozgósítás most jelen pillanatban. Tartalékosok közül senki nem vonul be. Vagy ha bevonul egy-kettő személy, az meg nem mozgósítást jelentett. Tehát se részleges, de egy teljes mozgósítás nincsen. Az más, hogy a szárazföldi erőket, ugye tudjuk Debrecenről, meg a keleti részekről a nyugati részről átcsoportosítottak a ukrán határ mentére valamennyire, de pontosan nem tudom a diszlokációt mostan, hogy a szárazföldi csapatok egyes részei mennyire mobilizáltak, azt tudom, előre is átolták a keleti ország részre, de hogy hova, melyik településre, erről nincs információ, meg nyilván nem is a nyilvánosságra tartozik különösebben. Itt az a lényeg, hogy mozgósításról nincs szó. Tehát a javakat, egy része nyilván a raktárbázisok egy részét, a fegyverrendszereket, a technika egy részét átcsoportosították védelmi jelleggel. Tehát ha arra kerül a sor, hogy valamilyen formában összecsapás során az ukrán vagy akármilyen másik csapat töredék átsodródik a határon, azt megfelelő módon fogadjuk és verjük vissza, vagy pedig ejtsük fogságba. Igen, pont ez a kérdés, ami engem is foglalkoztat, hogy mi ez az átsodródás? Hát ugye, hogyha vittem az ukrán hadseregnek valami kisebb raja, szakasza, tehát egy csoportosítása, védelem, hátrálás folyamán átsodródik a magyar határon, akkor már magyar területről beszélünk. Akkor gyakorlatilag ellenséges katona tette be a hazánk földjére a lábát. De hogy milyen céllal, ugye, ha ők is védeli céllal, akkor nem szerintem olyan tűzparancs nincs ki, hogy biztos lőjük le azonnal őket. Tehát meg kell tudni, hogy mi a helyzet. Ugyanez van a légtérsértésnél is. Hogyha a légterünk területére átsodródik egy repülőgép, vagy véletlenül letér az ő ország határon, és magyar légtérbe lép, akkor nyilván magyar vadász köteléket, vadászgéppát, vagy vadászgépet ráriasztanak, a készeléti csoportosításból, és az igazoltatja. Ha igazoltatás megvan, és tudassa vele, hogy idegen területen van, térjen vissza, és visszatér, akkor nincs gond. Ha nem, akkor kényszerít, hogy szálljon le. Utolsó gondolatok között az egyik, ami engem foglalkoztat, ugye a rendszerváltozás után a szovjet csapatok kivonásával egészen megváltozott a helyzet, ahogy te is mondod. Gyakorlatilag ma, 2022-ben, te hogy tudod értékelni, és hogy vagy ezekben a pillanatokban, amikor azt látod, hogy védelmi készültség, vagy hogyan is fogalmaztál,
van a magyar hadsereg, és látod, hogy mi történik Európában. Tudsz-e párhuzamot vonni a 1960-as évek eseményei, a Szovjetunió és az európai térség egymásnak feszülése kapcsán? Hogy látod ezt? Igen, érdekes, ugye, mert akkor gyakorlatilag hát egy ideológiai mentén történt a Csehszlovákia megszállása, most meg gyakorlatilag az, hogy egyik állam megtámadja a másik ország, szomszédos országát. Vélt vagy valós probléma jöhet, vagy tehát ez ugye innen megíteni nagyon nehéz, csak azt tudom, hogy Putyin, ugye az orosz államnak ő az elnöke mostan, vagy miniszterelnök, vagy államelnök 20 év óta már, és valamilyen formában elég erős orosz hadsereget épített ki. Most, mivel én azt szoktam mondani, most is a családban mondtam, hogy különösebben nem pandémiát sokat nem járunk, hogy gyakorlatilag a világ egy kicsit húzogatja a nagy medvének a bajszát, vagy simagasra. Tehát gyakorlatilag nem biztos, hogy ez megfelelő politikai értékre van, az, hogy Oroszországot a NATO körbe akarja venni, hogy itt a minden állam legyen, minden ország legyen a NATO tagja. De ezt Oroszország soha az életben nem fogja elviselni. Főleg ilyen Putyin, ilyen államelnökkel, mint Putyin. Tehát gyakorlatilag ő úgy érzi, hogy az ő állam határait azzal megsértik, hogy oda települ, itt a Ukrajna NATO tagja lesz. Ő azt nem is fogja elnézni, meg nem is tudja elképzelni. És ezért, és nem beszélve, hogy orosz állampolgárok is vannak, orosz nemzetiségű állampolgár lakossága is van Ukrajnának, és Putyin úgy ítéli meg, hogy a milyen ráhatása nyilván, hogy az orosz állampolgárok, orosz nemzetiségű állampolgárok élete, biztonsága, ideológiája, stb. Veszélyeztetve van. Ugye nyilván ezt a magyar állam is mondta, nem magyar állam nem mond én neked most ebben a helyzetben, vagy a kormányfő is úgy azt mondta, hogy stratégiai biztonságra kell törekedni. És ez a béke megőrzés a legfontosabb napjainkban, múlt évben is az lett volna, de a jövőben is az lesz. A békét minden ára, ezt kell kicsikarni, a békét kell fönntartani, és tárgyalni kell mindenkivel. Történelemben vagyunk? Ez történelem, és sőt, ugye napjainkban ez hat történelem íródik. Igen, ahol emberek halnak meg, emberek esnek hadifogságban, polgári lakosság sebesül meg, sérül meg, hal meg, lakóházak, anyagi javak semmisülnek meg, ez egy borzasztó, ez a legkegyetlenebb. Tehát az emberiség története ugye teli van háborúk időszakával és béke időszakkal. De az emberiség történetben sokkal több volt a háborús időszak, mint a béke időszaka. Sajnos ugye hozzászoktunk, illetve szerencsére hozzászoktunk az elmúlt 70 évben, a II. Világháború után Európában nem dörögtek a fegyverek. Sajnos most dörögnek. Írsz majd erről? Erről egyáltalán nem írok. Nagyon közel van, tehát igazából nehezen is látunk tisztán. Tehát ugye ez a napjaink történet, az mindig le kell tisztulni valaminek a korban, vagy le kell tenni. Ugye nyilván van igazságos háború, igazságtalan háború. Ez ugye attól függ, ki mondja, melyik oldal mondja. Nyilván ukrán népnek ez valamilyen formában igazságos háború, de hát a nagy ellenfél nem így gondolja.